December 31-én szilveszter napján ismét megszervezte a Wikifarma tiszaörvényi lovas áldást. A rendezvényen néptáncot és regőlést is láthattak az érdeklődők, majd a program a farmon folytatódott. Most az örvényi templom előtt lezajlott események összefoglalóját láthatják, kedves nézőink. A régi szilveszteri és újévi népszokások célja az volt, hogy biztosítsák a következő esztendőre az egészséget, a szerencsét, az állatállomány szaporaságát és a termés bőségét. Ennek a szokásnak a felelevenítését és újakkal való kiegészítést tűzték ki célul a Wikifarm tulajdonosai, akik újabb és újabb csoportokat vonnak be a szilveszteri lovas áldásba, évről évre bővítve ezt a különleges eseményt. December 31-én délelőtt csípős téli hidegben gyülekeztek az érdeklődők az örvényi templom előtt lévő útkereszteződésben, ahol a tiszafüredi népművészeti alapítvány táncosai és a hozzá tartozó muzsika igyekezett felmelegíteni a jelenlévőket. A műsort Árvai Zsigmond néptáncpedagógus vezette, aki elmondta, hogy a fiatalok az együttes adventi műsorából mutatnak be részleteket. Az előadás után Baranyák Béla plébános következett, aki rövid szentmisét tartott a templom előtt. Dicséretessék a Jézus Krisztus! Mindörökké! Amen! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen! Magasztaljuk Urunkat, Istenünket, aki minden bölcsen cselekedett. Amen! Az Isten által teremtett állatok a földön, a levegőben és a tengerben élnek, és sajátos módon magasztalják az Alkotót. Részt vesznek az ember sorsában, és az ember élethez is társulnak. Maga Isten, aki jó téteményével megajándékoz minden élőlényt, nem egyszer elfogadja az ő segítségüket, vagy éppen az életükből vett hasonlatokkal él, hogy könnyebbé tegye az üdvösség művének megértését. Az Atya arról beszélt, hogy az Isten által teremtett élőlények között az állatok sajátos módon magasztalják az Alkotót, és részt vesznek az emberek sorsában. Az özönvíz idején a bárkába menekült állatok részesei lettek annak a szövetségnek, amelyet Isten Noéval kötött. Az Atya idézte a Biblia azon eseményeit, amikor az embereket állatok segítették. Béla atya Assisi Szent Ferenc közbenjárásával kérte Isten áldását a szertartáson megjelent lovakra és lovasokra, majd a Teremtés könyvének sorait olvasta fel. A lovak és lovasok megáldása után a regősök sorakoztak fel, hogy elmondják újévi jó kívánságaikat. Egy volt földön, száz kereszt rózsot, aki megengedte, az a nagy úr.
üdvösséget. Boldog új évet kívánok! A szentmisét követően egy kis vendéglátásra került sor, ahol harapnivalóval és forró itallal kínálták a vendégeket, akiknek olyan jól esett a frissítő, hogy táncra is perdültek. Thank you.
Amen.